Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége a segítő hivatásban, valamint a társadalmi szolgálatban végzett kiemelkedő tevékenységért november 17-én Holzer Erzsébet oklevelet vehetett át. Hogy ezt mivel érdemelte ki, erre kaphatnak választ a mai adásban. Üdvözlöm a stúdióban Horváth Névmátyás Annát, a Rákos Csabai Baptista Gyülekezet Virágos Kert Gyógypedagógiai Intézmény ápolóját és szociális gondozóját. Jó napot kívánok! Először is engedjen meg, hogy gratuláljak ez a csodálatos elismeréshez, és szerintem ez nem is kérdés, hogy nem ezért csinálja azt, amit tesz a mindennapok során, de mégiscsak ez milyen visszajelzés volt Önnek? Ez egy hihetetlen visszajelzés. Tényleg nem ezért dolgozunk itt, de nagyon-nagyon jól esett az elismerés. Megdöbbentő volt, és kimagasló érzés ott állni, és laudációt hallgatni, hogy mennyire értékelik a munkánkat. Természetesen a díjjal együtt a kollégái munkáját is. Ha már szóba hozta a kollégákat, kolléganőket, akkor ugye valóban ez a díj talán fogalmaztunk, hogy a magának köszönheti, de mégiscsak kiknek szeretné a köszönetét kifejezni ezzel kapcsolatban? Talán az egész intézménynek, a kollégáknak, akik megtanították 18-ba, kerültem én, és már voltak ott kolléganőim, akik betanítottak, akik megmutatták, hogy mi az, amire szükségük van a gyerekeknek, fiataloknak, akik oda járnak, és nekik nagyon sokat köszönhetek. Mindjárt akkor fogunk majd erről beszélni, de akkor utazzunk vissza, hogy kedves nézőink már megszokották a gyermekkorához, ugye, amit Erdélyben töltött, de hogyha tanulmányokat nézzük, akkor ezeket hol végezte, illetve akkor úgy fogalmaznék, hogy mikor dőlt el az, hogy ezt a hivatást fogja választani? Ez meglepő, hiszen én Erdélyben vegyipari szakközépiskolát végeztem, és utána meg egy 2 éves egészségügyi továbbképzésen vettem részt. Kiköltöztem Budapestre 99-be, és 2004-be fogalmazódott meg bennem, nem tudok magyarázatot adni, hogy miért, hogy én fogyatékos gyerekekkel szeretnék dolgozni. De találkozott, bocsánat, korábban, vagy foglalkozott korábban értelmi sérült gyermekekkel? Nem. Egyszer részt vettem egy koncerten, ahol Down-szindrómás gyerekek léptek fel, és annyira magukkal ragadták a lelkem, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy szívesen foglalkoznék velük, és azóta hál' Istennek ez így van. Ez én azt gondolom nem is kérdés, hogy egy elképesztő szociális érzékenységre van szükség. Ez mikor alakult ki Önben? Vagy már egyetlen ez megvolt Önben gyermekkorától én kezdve? Én úgy gondolom, hogy igen. Mindig szerettem foglalkozni az emberekkel. Én mindig azt mondtam, hogy minden ember érdemel tőlem egy 5 percet az életemből. Egészségügyi technikum, úgymond 2 éves képzésen vettem részt, és szerettem mindig velük foglalkozni. Mondta Budapestre való költözést, és itt a kerületben mióta él? 2002. 2002. februárban költöztünk ide a férjemmel, Rákosligetre. Azt mindig szeretem ilyenkor megkérdezni a helyi értékeimtől, ugye, hogy a műsor címében is benne van, hogy miért szeretnek itt élni ebbe. Nyugodtan fogalmaztunk, hogy a kertvárosias kerületben. Csodálatos. Békés, nyugodt, csendes. Én nagyon-nagyon szeretem a 17. kerületet. Nagyon-nagyon fontos számomra ez a kerület. Mondta, hogy 2004-ben határozta el, hogy akkor egy ápoló, szociális gondozó irányba fog elmenni az élete, és akkor innentől kezdve kezdte elvégezni az elszükséges tanulmányokat is? Igen, de alapjáraton én ezzel az egészségügyi végzettségemmel kerültem. Nem, szerintem kezdtem keresni az utat, hogy hol lenne mégis a helyem, és hol mi az, ami nekem egy küldetés. És 2018-ba kerültem ide egy rokonom lévén, akiről ő már itt dolgozott félállásba, és akkor ő elmondta, hogy mennyire csodálatos, és úgy kerültem én ide.
Mindjárt akkor tényleg fogunk erről beszélni, ahogy már az előbb is ugye említettem. Viszont előtte még egy fontos dologról szeretnék önről beszélni, a hit szerepéről az életében, a hit fontosságáról. Ez mennyire játszik fontos szerepet? Az nagyon fontos nekem. Én unitárius közösségbe születtem, a kis falunk az egy unitárius közösség, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a fiatalok ebbe a hitbe nevelkedjenek, és magukévá tegyék. Én nekem fontos a hitem és a vallásom is. De mit kapott alapvetően a hittől, vagy mi az, ami által ezáltal tud kapaszkodni, akár bármibe is tehát? Ó, egy csomó. Erőt kaptam kitartáshoz. Erőt kaptam a... Megerősítést kaptam, hogy jó úton haladok az emberségességemmel. Nagyon nehéz ezt fogalmazni. Gyakorlatilag az egész létem az a hitem. Hitem egy hatalmas oszlopa a létemnek, az életemnek a hit. Gondolom, hogy vannak az intézményben nehezebb napok. Akkor ilyenkor tud akár a hitbe is kapaszkodni, vagy ad egy kis töltekezést önnek ezáltal? Természetesen. Természetesen. Én mindig úgy érzem, hogy velem van Isten, és segít nekem ezáltal, és benne kapaszkodom, de nagyon nagy segítséget adnak a lakóink. A hit mellett a család mekkora erőt ad önnek? Komoly családi háttér, az nem jó. Szerintem inkább egy szerető családból jövök, ott a szüleim, hál' Istennek, szeretetben neveltek fel hármunkat, és édesapám volt, aki komoly hittel rendelkezett, és ő adta át nekünk ezt az Isten szeretetét, nem félelmét, az Isten szeretetét, és hogy bízzunk Istenbe, és ő minnap éltében megerősítette ezt, hogy szükségünk van nekünk erre a hitre, és hogy legyünk jó emberek. Ha már ez a jó emberség tényleg elképesztően önzetlen ember, és maximálisan megérdemli ezt az elismerést, és ugye főként ugye ön ad az embereknél, de amikor szokott ön is mondjuk, vagy ön kapni, van, hogy zavarba tud jönni azáltal, hogyha valaki mondjuk jót tesz önnel? Nagyon nehéz dolog elfogadni a dicséretet. Nagyon nehéz dolog. Én most voltam, tehát most kerültem abba a helyzetbe, hogy meg kellene tanulnom elfogadni. Igen, nagyon nehéz elfogadni a dicséretet. De ez egy jó kérdés, igen, hogy például amikor átvette a díjat november 17-én, ugye meg tudja élni ezeket a pillanatokat, ahogy ön szerint meg kell ezeket élni? Zavarba voltam, mert nem tudtam felmérni, hogy tisztelettel veszem-e át a díjat. Feltettem a kérdést, hogy megérdemlem-e. Biztos, hogy igen. Biztos, hogy igen, hiszen ezért kaptam, vagy kaptuk. És nagyon nehéz még mindig elhinnem, hogy kiemelték a munkám, és ez jó, nagyon jó leső érzés. Szerintem ez egy első nagyon fontos lépés, hogy kimondta, hogy igen, megérdemli ezt a díjat. Nézzük akkor most már tényleg 2018-at, ami óta ugye az intézmény kötelékében dolgozott. Hallott már korábban egyébként az intézményről, vagy hogyan került ide pontosan? Nem hallottam. 2018-ban az unokahúgom meglátogatott, és ő mesélte, hogy másodállásban a Virágos Kert Énóba dolgozik, és hogy mennyire cukik a gyerekek, meg kedvesek, meg ugye mi így nevezzük, de valószínű nem ez a helyes megnevezés, a fiatalok. Mondtam, hogy szeretnék én is itt dolgozni. És akkor ugye a vezetőséghez került az önéletrajzom, és hál' Istennek szeptember 1-jével állandó dolgozója lettem az intézménynek, és azóta csak hálás vagyok, hogy megadatott nekem ez a munkahely, ezáltal vált kerek ki az életem. Mennyire élte meg nehezen az első napokat, heteket, vagy akkor úgy kérdezném, hogy hogyan tudta kezelni először azt, hogy velük kell foglalkoznia? Én egy hónapig, mielőtt ide kerültem volna, bejártam
többször hetente részt venni egy fürdetésen, egy etetésen, egy beszélgetésen, hogy ezáltal teret adni a gyerekeknek, hogy megismerjenek, elfogadjanak, és saját magamat is szoktatni ehhez a dologhoz, hogy én közöttük fogok mozogni, és szerettem volna, hogyha egy családiasan, egy otthoniasan ér, és akkor így egy hónap bejárás után, így akkor már könnyebben vettük az akadályokat, gondolom, hogy ők is, de én is. Avasson be egy kicsit, hogyan telnek itt a mindennapok? Vannak napközben foglalkozások, vagy hogyan zajlanak ezek? Természetesen. Ugye nálunk kezdődik azzal, hogy a gyerekeket, akik bent alszanak, ellátjuk a reggeli tisztálkodás után, és akkor ugye gyülekeznek a napközisek is, meg az átmeneti gyerekek, akkor van egy közös reggeli, és a reggeli után meg tornaórával folytatódik, utána meg kezdődik a foglalkozás. Sok mindent foglal magába ez a foglalkozás, mert kézműveskedés, hitről beszélgetés, zene, oktatás, talán egy kis magánfoglalkozás is van, személyenkénti foglalkozás, és délután 3-ig le vannak kötve a gyerekek, tehát ők folyamatosan tanulnak valamit mindig csinálnak. Most nagy lendülettel, meg gondolom odaadással készülünk a karácsonyra. Valóban, hiszen rohamosan közeleg, ugye itt van már advent időszaka gyakorlatilag, igen. És szoktak szervezni nekik programokat is, vagy akár már hagyománnyá vált programokat, aminek a szervezésében aktív részt vállal? Természetesen részt vettünk már, voltunk már táborba például a gyerekekkel, ahol bográcsoztunk, ahol tevékenykedtünk, voltunk, volt egy program a Tour de Hainaut, ugye ez az állító gépér, azon is a részt vettem, farsangi mulatságot szervezünk a gyerekeknek, ahol én sütöm az erdélyi farsangi fánkot a gyerekeknek. Igen, én megpróbálok, és szeretnék lelkesen minden programban részt venni, mert szeretem az ő nyüzsgésüket és közelségüket. Örülök, hogy rátért erre, mert erről szeretném még beszélgetni, hogy mi az, amit tőlük ön kap a mindennapok során. Önök elképesztően sok szeretettel halmozzák el őket, és ők miket adnak önöknek? Elképesztő nagy szeretetet, őszintességet. Ők tanítottak meg a feltétel nélküli szeretetre. Elképesztő jó dolog velük dolgozni, felemelő érzés. Mert én azt mondom, hogy a legcsodálatosabb emberi lények a Földön. Én azt gondolom, ezek túlzás nélkül példaértékű gondolatok, és nagyon jó lenne, ha nagyon sok ember ilyen gondolatokkal élne a mindennapok során ebbe a nehéz helyzetben sokszor, amiben vagyunk a mindennapok során, és érzi azt, hogy érzik azt pontosabban, hogy önök mekkora szeretettel fordulnak feléjük, úgy érzi? Tehát ők átjön ez a dolog, úgy érzi? Különböző gesztusokkal ezt ki tudják fejezni? A mindennapi öleléssel várnak bennünket, és tudják a nevünket, és tudják melyikünk mikor dolgozik, és azt kiemelt szeretettel fogadják. Egyértelműen reagálnak és válaszolnak. Én mélységesen tisztelem ezeket a gyerekeket, és természetesen a szüleiket is. Ezeket a gyerekeket teljes mi voltjukba, értelmes emberi lényként kezeljük, és kommunikálunk velük, minthogyha bármiről. És szerintem ez a legfontosabb. Őszinte leszek, ezt a múlt héten a kolléganőjétől is megkérdeztem. Lehet, hogy picit talán gorosznak tűnő kérdés lehet, de vannak olyanok, akik picit közelebb állnak az ön szívéhez, vagy jobban szereti őket, vagy mindenkit ugyanolyan mértékben szeret? Ez ugye nem lehetséges mindenkit ugyanolyan mértékben szeretni. Persze, mert van egy kis huncutabb, aki közelebb áll a lelkemhez,
van, aki a szememben néz és mosolyog, ő azért áll közel a leg. Mindenik szerintem a maga módján közel kerül a lelkünkhöz. Kiemelt, csak kedvenc nincs, de mindenik a maga módján nekem nagyon-nagyon tetszetős és kedves ember. Ugye a díj kapcsán már beszéltünk, a köszönetnyilvánítás kapcsán a kollégákról, és valóban ezt kell egy nagyon jó csapat is, hogy egy nagyon jó csapat irányítsa, vagy koordinálja ezt az egészet, illetve jó vezetők is? Hát a jó vezetők, ők mindenhol nagyon fontosak, mert egy jó vezető példáját követjük mi. Én úgy tudom megnevezni, hogy nálunk egy családias légkör, és nem lenne jó ezt így felrobbantani. Tehát a vezetőnk azon van, hogy megtartsa ezt a közvetlen családias légkört, ezáltal nem érezzük tehernek, hogy minden nap bemegyünk, mert olyan közvetlenség fogad bennünket. És hogyha minden ember mosolyogva fogad meg, akkor egészen más. Igen, nagyon fontos, hogy a vezetők jók legyenek, és nekünk útmutatást adjanak. És fontos az, hogy mi jól érezzük magunkat ezáltal bent. Valóban úgy érzi, hogy minden reggel, amikor bemegy, és utána a munka végén eljön, akkor egy széles mosoly van az arcán? Igen. Igen, még soha nem történt meg velem az elmúlt 6 évben, hogy azt mondtam volna, hogy jaj, dolgoznom kell menni, és nincs kedvem hozzá. Én mindig nagy szeretettel jövök be. Én nem tudom azt mondani, hogy nem fáradok el a nap végére, de tele szívvel megyek haza. De amikor csak hogy keretbe zárjuk a beszélgetésünket, ránéz erre a díjra, vagy elismerésre, vagy belegondol ebbe, akkor azért ad önnek ez egyfajta újabb lendületet? Ezt akkor, mikor kezembe vettem, azt mondtam, hogy igen, nem ezért csináltam, de nagyon-nagyon jól lesik. Nagyon-nagyon jól lesik az elismerés, és megkérdőjeleztem természetesen, hogy miért pont én, de ezt így feltettem a kérdést, megválaszoltam rá. Igen, adott egy újabb lendületet, hogy nem ez mutatja meg az értelmét, hiszen a mindennapi fiatalok viselkedése mutatja meg az értelmet, hogy miért dolgozunk itt. De ez egyfajta köszönetnyilvánítás, amiért nagyon hálás vagyok. És a végére egy nagyon fontos kérdést szeretnénk megfogalmazni az ön részére, bár számomra nem is kérdés, hogy nagyon jó ember és nagyon érzékeny ember, ezt láthatták, és szerintem nagyon fontos, hogy ilyen őszintén ki tudja mutatni az érzéseit, de hogyan látja az itt töltött 6 év alatt, és remélem, hogy nagyon sokáig fog még az intézmény kötelékében dolgozni, még jobb emberré és még érzékenyebb emberré vált? Ők többet adtak a lelkemnek az itt lakók, érzékenyét tettek minden, hogy jobb emberré válunk. Igen, talán nap mint nap az a célunk, hogy jobb emberré váljunk, és megtanuljuk tőlük azt a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, hogy mindenkihez lehajoljunk, és legyen erőnk mindenkit felemelni magunkhoz, és segíteni a mindennapjaiba. Én úgy gondolom, hogy nekik is, és a szülőknek is nagy szükségük van erre a szeretetre, amit most én képes vagyok, vagy mi a kollégait, társaság képesek vagyunk adni. Én nagyon remélem, hogy ezek a fontos gondolatok nagyon sok emberhez el fognak jutni, és valóban egy igazi példakép mindenki számára. Én szeretném még egyszer gratulálni az elismeréshez, és további hasonlóan eredményes és sikeres munkát kívánok az intézmény kötelékében. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!